Jász Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal, karcagi járási hivatal a szociális ellátásokkal kapcsolatosan az alábbiak szerint tájékoztatja önöket. A Jász Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal, karcagi járási hivatal a szociális ellátásokkal kapcsolatosan az alábbiak szerint tájékoztatja önöket. Az ápolási díj összegének emelkedése. Az ápolási díj alapösszege 2021. január 1-től 39.365 forintról 41.335 forintra emelkedik, így az ápolási díj bruttó összegei. Az alapösszeg bruttó 41.335 forint, nettó 37.205 forint emelt összegű ápolási díj, bruttó 62.005 forint, nettó 55.805 forint. Kiemelt ápolási díj. Bruttó 74.405 forint, nettó 66.965 forint. Első alkalommal a 2021. január hónapra járó ápolási díjat kell magasabb összegben folyósítani. Az ápolási díj összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha az ápolási díj összege kizárólag a törvényben meghatározott alapösszeg emelkedése miatt változik, és a jogosultat az ápolási díj teljes összeg. Illeti meg. Gyermekek otthon gondozási díjának, azaz a gyodnak az emelkedése. A jelenleg hatályos jogszabályok szerint. A gyermekek otthon gondozási díjának 2021 január 1. napjától a bruttó összegei egy gyermekre tekintettel kapott gyod esetén bruttó 123.910 forintról bruttó 141.680 forintra, azaz nettó 127.515 forintra emelkedett az összeg. Kettő vagy több gyermekre tekintettel kapott gyod esetén bruttó 185.865 forintról bruttó 212.520 forintra, azaz nettó 191.270 forintra emelkedett az összeg áll a televíziónkhoz eljuttatott közleményben.